Megkapáltuk szörőinket, három ízben is. Nem sajnáltuk rá őket, de van haszna is. Fáradozva emlegetjük, a szüret nevét. Nohát éhes jó barátunk, ígyük a nevét. Csak félre, félre a vizes hancsóval van helyette más. Ma a szüret kedves napján ígyunk áldomást. Kerítessük a kulacsot, úgy, hogy locsogjon, hogy az édes gomám uram könnyen csorogjon. Kerítgessük a kulacsot, úgy, hogy locsogjon, hogy az édes gomám uram könnyen csorogjon. Jártam az Illányi pincében, bort is ittam a közepében, arra jár be a rózsán mulatni. Attól tanultam meg táncolni, arra jár be a rózsán mulatni. Attól tanultam meg táncolni, táncolni, táncolni. Ni, ez az ország igen jó, ritkán üres, akkor jó, ha kiürül, megtöltjük, véle kedvünket töltjük. Három akkor borom van, a negyedik csapom van, az is olyan, mint a méz, hogy szedett arra néz. Ez az ország igen jó, ritkán üres, akkor jó, ha kiürül, megtöltjük, véle kedvünk, véle kedvünk, véle kedvünket töltjük. Ez jó, igen jó, igen jó, igen jó, soha nem üres a bordó, nem üres a bordó, igen jó. Befejezésül Farkas Ferenc és Sejber Mátyás két népdal feldolgozásával búcsúzik önöktől a Himszingel Szélnek Együttes. Címeik Sárga Recepice, illetve Három Magyar Népdal. Érdemes az utolsó dal harmadik versszakára különösképp odafigyelni, ugyanis a zeneszerző ebben a túlzott borfogyasztás káros hatásaira is igyekszik felhívni a figyelmet, azzal, hogy összekeveri a versszakok különböző sorait. Vagy tán ő maga tartott a mű megírása során a sokadik pohárkánál? Ennek eldöntését a tisztelt hallgatóságra bíznám, minden esetre azért gondoltam, hogy megjegyezzük ezt a kis apróságot, nehogy valaki azt gondolja, hogy a műsor elején elfogyasztott, vagy a közben elfogyasztott pár pohár borocska a felelőseket a rendetlenségért.